Hangvadó, és beírt a rás, megremeg az éjben, beli a láz. Nyugszik a tárca, habos belemény, az ő sorsa pontos elemény. Köcsög, mint harci eszköz. Hogy bevigyezenyésötte bebizonyíthassa, mi szerint ő tényleg nincs itthon, egy iramodásra az egyik szekrénybe termett, ott hallgatott, játszotta a nem vagyok itthon. Mit volt mit tenni? A rendőrök eljátszották a nem vagyunk mi ittent. Mire Békisné gyanútlanul előbújt a szekrényből, majd mikor látta, hogy a rendőrök még ott vannak, ismét bolondozni kezdett. A vágyam csak ennyi, és csendben elmenni. Tovább. Cigányasszony, ki nagy életbölcsességgel veti oda a legénynek. Ó, te Samár, hát azzal dicseked el, hogy milyen sokát vizsgált a gazdád. Olyan helyre menj, ahol el tudod szeretni az asszonyt. Kifogy aztán a közös türelme, közébük vág, nagy mérgesen, és elkurjantja magát. Gyűj te, hogy az a kegyelmes miniszter rakja a fülemből rendeletjét. Köszönöm, hogy imádod. Hogy reám úgy vigyázott, de ne küldjön virágot nekem. Elhatározta, hogy éjjel keresi fel szerelmesét, ennek azonban nagy akadálya volt. A kapu ugyanis állandóan be volt zárva éjjelre. A fiatalembernek merész gondolata támadt. Ha a kapun nem mehetek be, leereszkedem a kéményen, gondolta magában. Elkésett. Mert titokban más élet szívem. Egyiken libben a könnyű selyemruha, kisen trikóbugyi szabadul le a karcsú derékról, s a lány viháncolva teríti rá a kert bokraira, aztán lepucolodik. Talán kiesett a hajából egy hajtű. Ebben a pillanatban az őrszemes rendőr lép az előbb utca sarkán. Halki sikolj, a lány felugrik, belekarol két társnőjébe, és elindulnak sétálni, Kisembugyi ott hivalkodik a kert bokrai. Ki a hajnal egy orosházi kocsmában töltötte, víg sörözéssel és flörkölt fogyasztással. Pá, kis aranyom pá, nem zavarok pá, csak elhagyom pá. Kár, hogy kesereg bár, hogy pityereg mász, hogy sietek pá. Ne várjon ma hétre. A többit holnap délre megírom levélbe. Pá, kis aranyom pá, nem zavarom pá, csak elhagyom pá. Hölgyeim?